szeretettel köszöntöm mai előadónkat, dr. Pécsi Rita neveléskutatót. És nagy tisztelője is vagyok munkásságának. Eleve azon munkásságokat mindig tisztelem, akik nem csak tanítják, de gyakorolják is, hiszen 4 gyermekes édesanyát is köszönhetünk tanárnő személyében. Úgyhogy a munkássága, azt gondolom, ami bár egy kicsit talán el is tér a fősodratú oktatástól, biztosít számunkra a kuriózumokat, úgyhogy nagy tisztelettel át is adom neki a szót. Köszönöm a meghívást és a jó téma felvetést is, mert azt hiszem, hogy egy nagyon aktuális és egy rendkívül tényleg egy érdekes és fontos gondolatmenetet tudunk itt talán ma este együtt átgondolni. Tulajdonképpen egy érdekes címet is adtam neki azon felül, amit olvashattak is, hogy megtaláljuk, vagy kitaláljuk magunkat. Tehát ma azt hiszem, hogy a tömegsodrás az azt szeretné, hogy minden nap találjuk ki magunkat, és ahogy aminek érzed magad, az vagy éppen. És hogy ez mennyire félreviheti az embernek az egész személyiség fejlődését, azt szeretném egy kicsit közösen átgondolni, hogy tulajdonképpen itt mi is a tét. Hát egy Ady Endre gondolattal indítanék. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba feneségek. És akik még vagytok őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Hát, hogy vigyázni kell, azt hiszem, egy kicsit sejtjük is, meg gondoljuk is, de nagyon érdemes megnézni érvekkel, tehát nem csak egy ilyen legyintés, hogy hát jaj, hát ez bolond ez a világ, mit csináljunk már vele, hogy hogyan tudjunk valóban tényleg vigyázni ezen a strázsán. Egy másik gondolat az, hogy a férfi-nő egységét, tehát az egészséges nemi identitásnak a kibontakozásából fakadó, gyönyörű, szép, kiegészítő egységet, a szerelem szépségét, vajon át tudjuk-e vinni a másik partra, azért ez egy nagy kérdés. Sok mindent fogunk átgondolni, tényeket, tévhiteket és tennivalókat is. A sárga az összes vázlatomban, azt mindig mondom, hogy hát ha valaki, esetleg még nem találkoztunk még a YouTube-on sem, az nem a design elem, hanem hogy mit csináljunk. Mindig meg szokták kérdezni, hogy mit csináljunk, és mindig mondom, a fehéret megértjük, a sárgát meg már csináljuk. Tehát amikor sárgát látnak, akkor már gondolkozhatunk rajta, hogy mi a tennivaló. Hát ugye háborús helyzet van, ez most nem arra az átlagos helyzetre vonatkozik, és amikor elkezdtem ezt az előadást úgy átgondolni, akkor lopakodó háborút írtam oda, aztán ki kellett törölni a lopakodót, mert ez már nem lopakodó, hanem igazi nagyon. És egy szellemi háborúról van szó, aminek a legnagyobb veszélye a kívülről irányított ember, az a fajta sodródás, amit az elején is már említettem, hogy mindegy, hogy hogyan születtél, vagy egyáltalán, majd aminek kitalálod magad. És nagyon érdekes dolog, ez körülbelül ehhez hasonlít, mikor járkálunk a személyiségpiacon, és keresgéljük, hogy mégis ki akarok lenni. Tehát most kedden jó lesz ez, aztán holnap majd lehet, hogy ez leszek, de lehet, hogy emez, és egy óriási fejetlenség természetesen az egésznek az eredménye. És nagyon érdekes, hogy ez mennyire közel van. A minap mászkálok valamilyen utcán, és elém jön egy ilyen hatalmas, egy drogériának a kirakatába, egy hatalmas nagy plakát, hogy ma ki akarsz lenni. Tehát azért ez borzasztó, ez a kérdés, hogy ma ki akarsz lenni. Tehát szeretnénk azt, hogy megtaláljuk azt az eredeti arcunkat, akivé válhatunk, és nem az, hogy ma ki akarok lenni, vagy holnap ki akarok lenni, vagy egyáltalán, hogy ezt lehet-e megválogatni. És még egy kis ilyen bejátszást hadd mutassak, hogy ez mennyire közel van, ez az átalakító, hogy mondjam, tényleg durva háborús világ. De egy kicsit ebbe belenézünk. Várja, nem akarom az egészet, kicsit javárja ide. Ezek során egészen van szó. Meg kell említenünk azt az elsősorban angol száz területeken elterjedt gyakorlatot, amit drag mesedélutánnak hívnak. Hi Ruben. Do you know what we're doing today? Ezek során egészen kicsi gyerekeknek olvasnak fel homoszexuális vagy transznemű karakterekről szóló történeteket nőnek öltözött férfiak. I've been dressing up like this since I was your age. Sajnos sokszor előfordult már olyan eset, hogy korábban pedofil bűncselekmények miatt elítélt férfiakat engedtek be óvodákba, iskolákba. Volt olyan drag queen is, aki a meseolvasás közben kivillantotta nemi szervét a kicsiktől pár méterre. Egy másik a foglalkozás alatt striptease-be kezdett a gyerekek szeme láttára. a negatív nyugati példákból is azt a következtetést vonhatjuk le. Nem vonunk rá semmilyen következtetést most mi így együtt. Én azt gondolom, hogy csak arra elég volt, hogy valóban egy háborús helyzet van, ez nem egy fiktív hely volt, hanem egy szomszédos országnak a gyerekeknek rendezett mesedélutánja. Tehát azért azt látjuk, hogy valóban itt van. És Magyarországon a 2022-es budapesti Pride felvonuláson kiemelt szerepet kaptak ezek a bizonyos drag queenek, akik közül az egyik így nyilatkozott, a dregemberek óriási szerepet játszanak ma is, főleg Magyarországon, mert puszta megjelenésükkel is a sokszínűséget szimbolizálják. Hát azt gondolom, hogy itt nagyon fel kell ébredni az őrzőknek a strázsán, hogy milyen sokszínűséget szeretnénk szimbolizálni, és mi az, amit beengedünk a gyerekeink világába, akkor, amikor még valóban kifejlődőben van az identitásuk, az önazonosságuk. És ezt szeretnénk egy kicsit megnézni valóban, hogy hogyan van az egészséges önazonosság, azaz az identitásnak a kialakulása, és az hogyan szilárdul meg. Most ezeknek a legfőbb alapjai, az egyik az én tudat kialakulása, ezt nevezzük majd magidentitásnak, meg fogom mutatni, nem maradunk ennyire elméletben, de nagyon fontos lesz. Tehát az a kis én, az a kis első gyökerünk, hogy ki vagyok én, ugye, és ez természetesen egy valamilyenféle nemi gyökérbe, tehát egy nemi megtestesülés lesz, vagy fiúként, vagy lányként fogom ezt az énecskémet valahogy megvalósítani. Na most úgy képzeljük el, hogy a magidentitás és a nemi identitás az a legmélyebb gyökere a személyiségnek, az a legmélyebb gyökere, ami nem is látszik tulajdonképpen, olyan, mint a háznak az alapja, vagy mint a növénynek a gyökere a föld alatt. Tehát nem látszik, de hogyha baj van vele, akkor az egész növény beteg. Azért, mert erre a kettő identitásra fog a személyes eszmény minden más ráépülni. A személyes eszmény az körülbelül az, hogy hogy anya vagyok, hogy tanár vagyok, hogy tudok zongorázni, hogy szeretem a zenét, hogy nem tudom én, beszélek-e valami nyelvet, vagy csavarhúzókkal dolgozom, vagy bármilyen, tehát minden más, hogy tudok énekelni, hogy nem tudok, vagy apa lettem, vagy nem, vagy csőszerelő, vagy bármi, tehát minden más, erre a kettőre, a magidentitásra és a nemi identitásra épül. Ma a személyes eszménnyel nem fogunk foglalkozni, csak azért fontos, ezt láttunk, hogy ma ezt a gyökeret fogjuk megnézni, hogy alakul ki, hogyan szilárdul meg, hogy azután bármi is ráépülhessen, ami aztán egész életünkben akkor meghatározó lehetséges. Azt mondja József Kentenich, minden teremtményben megtestesül Isten egy-egy gondolata, kívánsága. És ez a kívánság szó itt nagyon-nagyon fontos, mert mindannyiunkban ott van egy kis csíra, egy kis valami, ami az egyedisége, az ő személyiségnek az egyedisége. Ugyanúgy, ahogy mindannyiunknak más-más az arca, az egyedi új lenyomata, a bármilyetet egy valaki, akinek ott van ez az Isten kívánsága, ami még kibontakozásra vár. Tehát nincs kész, de ott van benne. Tehát nem a polcról fogja leválogatni, hogy kicsoda ő, meg hogy ma ki akarsz lenni, hanem ezt a benne lévő kívánságot, ezt szeretnénk felnövelni, és valahogy kibontakoztatni. Most erre mondjuk azt, hogy ezt meg kell találni, tehát nem ki kell találni, hanem ezt meg kell találni, és hogyha megtalálom, és erre igent mondok, tehát ezt igenelem, ezt elfogadom, ezt kibontakoztatom, az lesz az énem legboldogabb formája. És ez nagyon szép ez a gondolat így, hogy az lesz az énem legboldogabb formája. Tehát nagyon nagy az emberi szabadság, ahogy látjuk, és másokat is megvalósíthatunk, tehát másik éneket is elkezdhetünk megvalósítani, csak akkor az nem az énünknek a legboldogabb formája lesz. Tehát az iskolában még megtehetjük azt, hogy a szomszéd dolgozatát adjuk be, de az életbe a szomszéd énjét megvalósítani nem akkora buli, hogy úgy mondja, mert nem lesz tőle boldog az az ember. Tehát lehet csinálni, de nem lesz boldog. Tehát ez a cél, hogy ezt a bizonyos kívánságot, ezt a bizonyos kis magocskát, aki valóban én vagyok, azt hogyan tudom megtalálni és kibontakoztatni és igent mondani rá. Na most ezt nevezzük majd, a magidentitást és a nemi identitásnak a kialakulását, megnézzük, hogy az egészséges fejlődésben ez hogyan zajlik. Azt látjuk, hogy a magidentitás alapjai már az első, pillanat itt, hogy ne elkalandozzak, már az első években elkezdődnek, tehát ennek a kitüntetett időszaka a 0-3 éves korig terjedő időszak ez, amikor annyiféle formában tapasztalja meg az a kicsi ember, hogy jó, hogy itt vagyok, hogy szerethető vagyok, hogy minden helyzetben szerethető vagyok. Akkor is, ha csíp a fenekem, akkor is, hogyha nem aludtunk már 3 éve, anyám se, meg apám se, meg senki, de azért mégiscsak szerethető vagyok mindenféle formával. Életem értékes, tehát maga az értékes, a létem értékes. Tehát ezt megtapasztalni nagyon-nagyon sokféle formában. Szeretni elsősorban az anyánktól tanulunk. Nem csak szavakkal tanít, hanem a lényével, a méhével, a vérével, a testével, a tejével, nevetéseivel és könnyeivel, indulatos kiáltásával, szelíd csendjével és szavaival persze, melyekből később az anyanyelvünk lesz. Tanít azzal, hogy belelát a testünkbe, és tudja, hol fáj, és belelát a lelkünkbe, és tudja, mitől sírunk, amikor mi magunk se tudjuk talán. Úgy jár bennünk, mintha önmagában járna. Tőle tudjuk meg már méhén belüli létünkben, hogy szeretetre méltók vagyunk. Ez jó kifejezés, később is használt vesszük, hogy ez méltóságot jelent, hogy én egy valaki vagyok. Ezt a mamám korán elhiteti velem, és ez a lelkembe épül. Tehát ez a folyamat itt a legjelentősebb, már most elmondanám, hogy ha ez véletlenül valakinél nem így alakul, tehát valami miatt, mert beteg az édesanyja, vagy valamiféle tragédia történik itt az első években, akkor az bizony egy nagyon nagy sérülés, de pótolható a későbbi évtizedekben, de akkor ugyanezeket a tapasztalatokat kell majd megkapni. Tehát akkor nyilvánvaló, hogy egy kicsit nehezebb az egész folyamat, de kell, mert különben megakad a fejlődés. Tehát ezt a fajta szeretettséget, egyébként a terápia se csinál mást, mint újra és újra, amikor jön a valaki, hogy de igen, de szeretlek, de nem baj, de meséld el, de jó van, de nem nézlek hülyének. Na most, a magidentitás alapja tehát ez a kötődés, ez az anya-gyerek kötődés, ami tulajdonképpen azt a kapcsolódást pecsételi le tényleg érintéssel, hangsíjat, szemkapcsolattal, tehát minden kell egy kisgyereknek ebben az időszakban, azt hiszem, hogy erről mindannyiunknak van tapasztalata, hogy egyszerűen már akkor borzalmasan érzi magát, hogyha egy kicsit távolabbra megyünk, és nagyon lassan szokja csak azt meg, hogy nincs messze az, aki csak nincs jelen. Tehát ilyenkor nagyon-nagyon sok ilyen tapasztalat kell, amíg ez a bizonyos ősbizalom kialakul, és megalapozza ennek a kis magnak, tehát a kis gyökér megfogan, az énünknek a kis gyökere. Ez az ősbizalom micsoda? Ezt egy kicsit érdemes átgondolni, ez egy tapasztalat, tehát ez egy nagyon mély tapasztalat, amit mindannyian még méhen belül megtapasztalunk már, tehát a teremtés gyönyörű, mert minden ember így születik ezzel a mélységes tapasztalattal, hogy végül is jó az élet. Ugye milyen tapasztalat ez? Azt mondja, feltétel nélkül szeretnek, jó hatalmak vesznek körül, amelyek mindenkor erősebbek minden rossznál. Ugye méhen belül ez a tapasztalatunk. Van inni, van enni, jó a hőmérséklet, mozoghatsz, van kapcsolat, hallom a vére surrogását, hallom a hangját, hallom a mozgását, érzem a mozgását, bár mikor ugye jelzek, kicsit visszajelez, tehát hihetetlen nagy a létnek az öröme és a kiegyensúlyozottsága méhen belül. Sőt, ott van az is, hogy vannak tapasztalataim arról, hogy nem mindig van minden rendben, de az mindig rendben jön, ugye? Tehát lehet, hogy valamikor kényelmetlenül érzem magam, de akkor az megint rendben jön. Tehát van konfliktus, de az mindig rendben jöhet. Ez az a bizonyos ősbizalom. Na most megszületünk, és nincs semmi. Mindennek vége. Tehát érted? Csíp a fenekem, tényleg nincs itt, hol van, mit csináljak, nem tudom én. Ez halálfélelem. Szépen szokták fogalmazni, hogy egzisztenciális félelme van a gyermeknek, ami egyszerűen szólva halálfélelem. Tehát valóban, akkor hát ordít is minden kisgyerek így az elején, azért, mert fázik, mert fél, mert éhes, meg nem tudom, és kapcsolat sincs. És ezt az ősbizalmat, ami ott belül megvolt, ezt az első éveknek ez a legfontosabb feladata, hogy ezt visszaépítsük, tehát, hogy újra megkapja ezt a biztonságérzetet a személyiség. És csak röviden megmutatom azt, hogy milyen gyümölcsei vannak ennek, és érdekes, hogy ezt fontos gyümölcsnek nevezni. Tehát mi csak kertészek vagyunk ebbe, hogyha jó a körülmény, akkor ezek meg fognak teremni. Tehát, hogyha van egy ilyen kapcsolódás, ha van sok szemkapcsolat, ha van sok érintés, ha van sok, bizony van sok dajkálás, ringatás, nem tudom én, éneklés, mindenféle, ugye, kis gyurogatás, ez meg az, akkor ezek a gyümölcsök felépülnek, és egész életünkben ezzel az idegrendszeri nyommal, idegrendszeri felkészültséggel élhetünk. Biztonság és védettség az új és szokatlan élethelyzetekben. Most azért gondolják meg, hogy a gyerekeinket ebbe az első időszakban ezzel tudjuk felvértezni, hogy új és szokatlan élethelyzetekben biztonságban érzi magát. Sokkal több új és szokatlan élethelyzet lesz, mint ami nekünk valamikor is volt az életben. És ebben az ember ezt nem szereti, tehát ehhez kell egy olyan bátorság, hogy igen, jó van, belemegyek. A csalódások feldolgozhatók, tehát nyilván lesznek csalódások, de fel tudja őket dolgozni. A megbocsátása kész, tehát érted, nem őrizgeti magába, nem nyalogatja a sértéseit. Óriási személyiségbeli vonzásokat ültethetünk el ebben az alapkötődésben. Készenlét a tanulásra, a teljesítésre és az állandó változásra. Megint csak egy gyönyörűség és kockázatvállalás, ami hát nem akármi. Szembe menni az árral, szembe menni adott esetben sok mindennel, hogy a belső szilárdságát megtartva az egyénisége kibontakozzon. Tehát azt mondjuk, hogy ennek az ősbizalomnak a legfontosabb feltételei nagyon egyszerűek. Nem kell fejlesztőre járni sem, Miamiba nem kell nyaralni. Osztatlan figyelem és válaszadás. Ez kell neki. Ez a kis szemkapcsolat, tudod, egy kis osztatlan figyelem. És ezt meg kell kapnia nem 25 embertől. Apa, anya, nagyiék, és nem tudom én, talán a testvére, és kész. De ebből sokat kell kapni. Tehát sokszor. És nagyon döbbenetes, hogy ma például, hát ugye ma már visszatanítgatjuk ezeket az ölbeli játékokat, azért ez egy kicsit szomorú, hogy ezt vissza kell tanítani, és hogy nincs fogalma egy fiatal anyának, az ecpec kimehet meg a nem tudom én a hintapalintáról, de arról sem, hogy például amikor tanítgatjuk ezeket, hogy akkor azt is külön meg kell tanítani, hogy figyelj csak, amikor az öletbe ülteted, akkor ne arra felé nézzen, hanem te feléd, és nézzetek egymással szembe. Ez nagyon fontos tudnivaló, mert erre nagyon nagy szüksége van például, erre az osztatlan figyelemre és válaszadásra. És erre a kis ráhangolódásra. Mi ebben a ráhangolódás? Semmi különös. Minden anya ösztönösen csinálja, hogyha oda figyel a gyerekére kicsit. Ugye, hogy na hát, fáztál, na gyere gyorsan betakarjak, na nézz oda a kicsi, milyen kis nyugtalan voltál, stb. Tehát egyszerűen, hogy ráhangolódok, visszaadom azt a dolgot, kicsit megoldom a problémáját, és közben azt mondja, hogy valaki megért engem, és én megtanulom megérteni önmagamat, ugye? És te kimutatod nekem a szeretetedet, és én is közben megtanulom szeretni magamat ebben a helyzetben. És ez az önértékelés, tehát, hogy elkezdem magamat, ez a kicsi magocska, ez a kicsi gyökér, ugye a személyiségemnek a gyökere, ez tükörből épül. Tehát az önértékelés az nem abból épül, hogy mennyi értéked van, akkor mindenki nagyon értékes lenne. Ugye Böjte Csaba mindig mondja, hogy senkit nem úgy teremtett az Úristen, péntek délután a maradék anyagból, jó lesz már így is, hanem belerakott apai tanait mindenkibe, tényleg mindenkibe. És ez viszont úgy jön csak elő, ha van egy ilyen személy, aki a nagymacskát megmutatja a kismacskába, tehát tükörből. Tehát az önértékelés nem épül föl belülről magamból, csak emberrel, csak kapcsolatban épül fel, tükörből. És bizony a nagymacskát kell megmutatni a kismacskában, ami benne rejlik, tehát nem a divatos puputevét, mert azért most sokat fizetnek, vagy nem tudom mi, hanem az, aki ő benne lehet, azt kinézni belőle, és ez a legfontosabb folyamat ebben a kérdésben. Na most még egy ilyen kis segítség ahhoz, hogy ugye ez a kicsi énidentitás, ez a magidentitás kifejlődjön. Nagyon sok, ez Martin Bubernek a kifejezése, nagyon sok személyes kapcsolódásra van szüksége, amikor őt tenek látjuk, az, amikor így tárgynak látjuk, csak ellátás van. Azért ebből is kapnak sokat. Van Hello Kitty-s pelenka, meg nem tudom hány vitamin, meg nem tudom, mindenhova beiratjuk, angol lovaglástól kezdve a mindenhová, de nincsen személyesség, hogy te kis Fruzsi, vagy te kis Peti, vagy te kis valaki, és ezzel személyesen. Na most a gyerekeknek nagyon nagy szüksége van egy ilyen személyes én-te kapcsolatra ahhoz, hogy önmagát meg tudja találni. Csak hogyha ezt a te, tehát ez a neveden szólítalak, ugye ez a fajta valami, hogyha ezt átéli, anélkül nem tud eljutni, hogyha nem éli ezt át, nem tud eljutni az én kimondásáig. Ez a kötődés tehát alapszükséglet. Most ez nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk. Mi az alapszükséglet? Alapszükséglet az, ami nélkül nem tudunk élni. Ez az alapszükséglet. Tehát enni, inni, aludni, levegőt venni, ezek alapszükségletek. Tehát a sör nem alapszükséglet, se a kávé. Finom dolgok, de nem alapszükségletek, ugye. De levegőt venni, az egész életünkben alapszükséglet. És nem csak fizikai alapszükségleteink vannak, hanem vannak szellemi-lelki alapszükségleteink, és ezek közül a kötődés, Az egyik legfontosabb, valahová tartozni, valakihez tartozni, igazán személyesen kapcsolódni. Na most, hogyha ez az alapszükséglet sérül itt az elején, mondjuk, ha nem tudok kapcsolódni, majd mindjárt mutatom, akkor tulajdonképpen olyan, mintha örökké szomjas lennél. Tehát egy betöltetlen, valami nagyon feszítő hiány keletkezik ott, vagy éhes lennél, vagy nem kapnál levegőt, egy ilyen légszom. Ez az alapszükséglet sérülése. Majd ezzel még egy kicsit foglalkozunk. Na most ehhez nagyon-nagyon örülök, hogy ennyi férfi van, nevelési előadásokon nem szokott ennyi férfi lenni, úgyhogy köszönöm. Tehát azt mondjuk, hogy, mert itt jön most a fiúknak a feladata, ennek a kötődésnek a kialakulásában óriási szerepe van az apának. Az apa az első külső személy az életünkben. Tehát az anyával olyan szimbiózis kapcsolatban vagyunk, mint a szemüvegünk, hogy rajta keresztül látjuk a világot, észre se veszed, hogy ott van. Jó, nagyon szükséges, másra való. De az apa az első olyan, aki közel is van, de mégis egy külső ember, tehát tök másképp ül, másképp mormog, másképp eszik, másképp mindent csinál, másképp csinál, és ezzel az valakivel, ezzel az első külső személlyel kezdek el kapcsolódni, tanulni. Hogyan tudom felvenni vele a kapcsolatot, milyen az, amikor morog, mi az, amikor örül nekem, mi az, amikor játszunk vele, mi az, amikor nincs kedve játszani, és a többi. Tehát ezt a kötődéses kapcsolódást, azt az apával kezdjük el, ő lesz a kötődés képességünknek az edzője igazából. Tehát megint látjuk, hogy itt nagyon fontos dolgok történnek, egyrészt az anyával való ez a szimbiotikus odafigyelő egység és valami, és az apának a szerethető és megközelíthető jelenléte. Mert különben ez a bizonyos kötődés kapcsolat nem tud elkezdeni kialakulni. Ne kezdjék el olvasgatni, majd elmesélem. Mert nem szeretem, hogy sokat olvasok. De mert itt az jön, majd a tetejét megmutatom, ha ez nem sikerül, amit egész eddig mondtam, és hiányok keletkeznek, annak következményei lesznek. Mit jelent ez? Tehát a következményekre ne úgy gondoljunk, hogy hát jó, persze mindenek megvan a következménye, persze a hülye szomszédasszonynak, persze azok nem figyelnek oda, nálunk nem lesz ilyen. Nem? Hogyha valami hiányzik, annak biztos, hogy megvan a következménye. Az olyan, mint a hashajtó, IQ-tól függetlenül, ha beveszed, jön. Jó? Ha 2-t veszel be, akkor nagyon jön. Tehát, ha nagyon sok a hiány, akkor nagyon sok következménnyel kell majd számolnunk. Mik ezek a hiányok? Párat mutatok. Például a korai anyakapcsolat sérülése, vagy nincs ott az anya. Akkor ugye egy ilyen beteljesületlen, csillapítatlan igény lesz, megint látjuk, a kötődési zavarok kezdenek kialakulni. Vagy ha az anya nem tud érzelmileg eléggé ráhangolódni a gyerekére, vagy túl kevéssé tükrözi a gyerek érzelmeit. Ugye ilyen lehetséges, hogy nincs időm, jaj, most másképp van, ugye ellátja, tehát minden jó, megvan a minden, de nem tudott ráhangolódni. Mi keletkezik akkor ugye? A saját létezés miatti szégyenérzet, talán nem is jó helyen vagyok, talán zavarok, talán baj van, persze nem tudatosan, de ez a szorongás beköltözik a gyereknek az életébe. Én nem vagyok megfelelő, talán nem vagyok rendben. Ha túl kevés a tükrözés, megint csak ugye, itt ugye ezért nagyon nem elhanyagolható ebben az első időszakban, 6 hónapig nem lehet elrontani csecsemőt, mondják meg az unokáiknak, meg a gyerekeiknek, hogy tényleg nem lehet. Válaszolni kell, folyamatosan válaszolni kell. Ugye akkor egy bizonytalanság és félelem, hogy vagyok-e, vagy például, hogyha az anya állandó stresszben van valamiatt, vagy tudattalan elutasítása, ugye? Hogy jaj, nem ezt akartam, én nekem ott kellene lenni a karrierben éppen, stb. Nagyon tudom, mit beszélek, tényleg 4 gyerekünk van, és azért ezek nem kis feszültségek ott ebben a helyzetben, hogy nekem most hol a helyem. De hogyha az ember ezt nem érzékeli, akkor a gyereke nagyon hamar átérzi, hogy itt útba vagyok. Tehát itt útba vagyok, ez mindenképpen tehát túl keveset, tehát tudattalanul elutasítja. Akkor az anya nyújtotta otthon után egy csillapíthatatlan lelki vágy, vagy csillapítatlan is lelki vágy keletkezik, ami ugye egész életében majd kíséri, majd ezzel még találkozni fogunk. Tehát azt látjuk, hogy egyedüllét, értéktelenség, elhagyatottság, stb. És nézzük meg az apa hiányt is, már is itt van, ha az apa érzelmileg vagy fizikailag elérhetetlen. Ezt azért jól jegyezzük meg, nem azokról szól, hogy aki otthagyta az egészet, nem csak azokról szól, hanem érzelmileg vagy fizikailag elérhetetlen. Tehát folyton értem dolgozik. Ez nem lesz elég, mert az nincs ott, az érzelmileg és fizikailag is elérhetetlen. És számára az azt jelenti, hogy apát nem érdekli, hogy mi van velem. És ebben a helyzetben egy ilyen hatalmas nagy éhség és szomjúság, kötődészavar, identitászavar, alacsony önbecsülés, önértékelés és a döntésképesség sérülése, nem megyek most nagyon mélyen bele. Tehát azt látjuk, ugye, hogy ha zavarok vannak, akkor azoknak ilyen komoly következményei vannak hosszú távon. Mik a zavarok? Itt nem annyira látszik még az elején. Hát fizikailag vagy érzelmileg elérhetetlen. Hát annyit nem tükrözte az anya, hát tulajdonképpen ellátta azért. Nem lesz elég, és ennek hosszú távú következményei lehetnek. Na most ez volt tehát először egy ilyen első menetre, a magidentitásnak, a meggyökerezésnek a feltétele. Látják ugye, hogy nem egy valami nagy dologról beszélünk, hanem arról a kis természetesről, ami hát azért nagyon sokáig természetes volt az életben, ugye? Megszületik egy baba, fölé hajolnak, dajkálják, nem tudom én, ringatgatják, becézgetik, cirógatják, gyurogatják, ott van apa, anya, nagyi, mit tudom én, ezek, és ugye Petike, Julcsika, nem tudom, szóval igen. És ez annyira fontos nyom, tehát ez egy kis gyökérke, ugye, ami még nem nagyon látszik, de elkezdett gyökeret ereszteni az a kis személyiség. Na most ebben a folyamatban nagyon fontos, és jó lenne mindig, hogyha két szólamban tudnék beszélni, de nem tudok, mert ezt egyszerre kellett volna már mondani, a biológiai neme. Mert ugye önök nem láttak még kicsi énecskéket testetlenül sétálgatni a világon, ugye? Ebben a világban nincsenek énecskék, akiknek nincs teste, tehát mindannyian benne vagyunk egy testben. Tehát ennek a kis én magnak bele kell valahogy testesülnie, egy, jó szépen mondja a nyelvünk, testet ölt ez a bizonyos magidentitás, és kialakul a biológiai nem. Tehát, tehát van egy én, amelyik, mint a lufiba a levegő, belemegy, és testet ölt benne. Na most, a későbbi nemi identitás, az önazonosság csírája, ez lesz, ugye, hogy ez a biológiai nemünkkel majd azonosulunk el, tehát ez lesz az, ugye, az önazonosság. Tehát először most akkor belemegy ez a kis magocska, ez az én magocska egy testbe. Jó. Milyen testbe megy bele, ugye? Hogyan alakul ki a biológiai nem? Hát ezt mindenképpen alá kellene húzni, születésünk előtt eldől, hogy milyen nemű lesz az az énecske. Ezt mostanában mindenhol meg szoktam mutatni, hogy hála Istennek ez egy nagyon szép folyamat, nem a legelső férfi ivarsejt, nem a verseny eredménye lesz. Mindig reméltem, hogy nem vagyok egy verseny eredménye, és kiderült, hogy tényleg nem. Úgyhogy ezt minden előadásomba beteszem, de ebbe belevaló is. A petesejt felületén, ugye azt mondja, ja igen, mindjárt innen elkezdem. Sokáig hittük azt, hogy a leggyorsabb és legerősebb hímivarsejt termékenyíti meg a petesejtet. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van. Nem a hímivarsejt hatol be erővel, hanem az egyesülés pillanatában a petesejt nyílik meg, de nem akármelyiknek, hanem annak az egynek, amelyik számára a legmegfelelőbb. Tehát nem a legelsőnek, nem a legerősebbnek, nem a legerőszakosabbnak, nem. A petesejt felületén úgynevezett Juno fehérje receptorok vannak, amelyek később feliszívódnak. A hímivarsejtek feji részén izumó fehérjék vannak, ezek keresik a Junót, hogy hozzá tudjanak kapcsolódni. Amikor ez a két fehérje találkozik, és illeszkednek egymáshoz, kiváltják egymásból a megfelelő reakciót, petesejt megnyílik, és magába fogadja a hímivarsejtet. Tehát a sejtek összjátéka és egymásra hatása határozza meg a fogantatást, és nem a versenyképesség. A kiválasztott hímivarsejt befogadása után a petesejt azonnal lezár, és a 23 apai-anyai kromoszóma egyesülése létrehozza az új emberi élet leges-legelső sejtjét. Ebben a pillanatban eldől a baba neme. Ebben a pillanatban, és még sok minden más is. Tehát létrejön az első sejt. Jó, igen, én is tudom, 23 apai-anyai kromoszóma, van, amikor nem így jön össze. Igen, van, néhány ezrelék, és azt ma is mindenki, minden tábor, hogy úgy mondjam, rendellenességnek tartja. Tehát én most nem a rendellenességekről beszélek, hanem arról az általános létrejöttő, ami így keletkezik, és ez az első sejt már eldől, hogy férfi vagy női sejt. Nincs harmadik, és nincs az, hogy majd mit választasz. És ezért érdekes, és ugye ez a sejt sokszorozódik. Ez a sejt. Tehát az emberi testünk összes sejtje tartalmazza ezt a programot, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Minden sejtem. Tehát ez nem választás kérdése, ez a rész. Azután van szabadság, megint csak óriási. Mondhatom azt, hogy de én nem, csak az összes sejtemmel szembe megyek, mindegyikkel. Tehát ezért a transzneműségnek annyira nagyon-nagyon sok következménye van egész életünkön át, mert mindent ki lehet cserélni, beépíthetek, nem tudom én, részeket, meg magamra is tehetek ezt, meg azt, meg amazt, meg tehetünk méhet a fiúkba, és a többi, csak nem fog működni A. B pedig az összes sejtünkkel szembe megyünk, mert az összes sejtünket akármilyen hormonkezeléssel is, de nem tudjuk kicserélni. Tehát ez itt kezdődik. Azt gondolom, lehet mindenféle felvilágosítás is, meg érzékenyítés is, csak jó lenne, ha ezzel kezdődne. Hogy az összes sejtünkben benne van ez a program. És ez sokszorozódik majd ennek az első sejtnek a programja. Tehát ki lehet ugorni a 20. emeletről, csak össze-vissza törjük magunkat. Tehát ez a következmény. Következményei vannak ennek, mert minden sejtünk ezt tartalmazza. És ezekkel a következményekkel jár. Na most, például mutatok majd ilyen egy-két ilyen következményt, ugye, ami már születésünk előtt eldől. Tehát azt lehet látni, hogy... nem tudom, hogy még mennyire menjek bele, ugye látjuk egymáson, hogy rendkívül különbözők vagyunk, és például, hogyha több ezer év múlva találunk egy hajszálat valahol, arról meg lehet állapítani, hogy az férfi vagy női haj volt x ezer év múlva. De azt nem, hogy mit választott. Tehát ez nagyon érdekes, és ugye sokszor elgondolkoztam rajta, hogy hogyan jutottunk ide. Hogyan jutottunk ide? Hát nézzünk egymásra, hát látjuk, hogy különbözők vagyunk, érezzük is, tapasztaljuk is, de mégis hogy jutottunk ide? És érdekes, ugye hát a gender elmélet, ahogy keletkezik, a 95-ben egy pekingi női világkonferencián merül föl először, tehát azért az nincs annyira messze. Felmerül ugye, hogy nem kell ezt annyira kihangsúlyozni, hogy nő vagy férfi, mindenféle, hát emberek vagyunk, meg testvérek, meg nem tudom micsoda, és ne is használjuk ezeket a fogalmakat, stb. És már abba az alapokmányba bele akarták írni, hogy akkor ne legyen apa meg anya, legyen egyes szülő meg kettes szülő, meg ne lehessen az oviba, nem tudom én, apást-anyást játszani, stb. Mindenféle. És érdekes volt, hogy ebbe az alapegyezményben, ugye nőkonferencián vagyunk, a harmadik világ résztvevői nem írták alá. Azt mondták, hogy minden lehetséges, de ez nekünk sok. Ezt azért ne írjuk bele. És mégis beleírták, méghozzá úgy, hogy megvárták, míg a harmadik világ képviselőinek elmegy a repülője. Így. És mégis belekerült, mert akkor elegen maradtak, határozatképesek maradtak, és belekerült 95-ben. 96-ban már az ENSZ és az EU is aláírja. Tehát gyakorlatilag, ugye, és akkor ez már is itt van a közelünkben, EU tagállam vagyunk, minden tagállamnak kötelező a gender elméletet valamilyen módon terjeszteni. Van az eltén is genderszak, stb. Nálunk is. Csak azt választhatja meg a tagállam, hogy hogyan. Tehát a legkülönbözőbb formákban kezdték el ugye ezt felvállalni, hogy úgy mondjam, és gyakorlatilag ugye ezért... Azt lehet mondani, hogy valóban nagyon nagy lépés volt, amikor az alkotmányba belekerült, hogy a férfi, az apa férfi és az anya nő. Tehát akkor olyan hülyén néztünk, hogy ezt miért kell beírni valahova, hogy nappal-nappal van, éjjel meg éjszaka van. De igen, bele kellett, mert például akkor volt, amikor az ausztriai dalversenyen a szakállas nő nyerte, biztos emlékeznek. Biztos, hogy ha az kincsre nyitotta volna száját, akkor is nyert volna. Ausztria akkor így voksolt. És különbözőféle megoldásokat látunk a világban, vannak például olyan országok, ahol csak úgy kap például egy iskola fejkvótát, ha van a tantestületben magát leszbikusnak, vagy homoszexuálisnak, vagy bármilyenféle valakinek, tehát nem heteroszexuálisnak valló tanár, vagy pedagógus, vagy óvónő, vagy valaki. Tehát azért ennek nagyon sokféle változata ugyebár elindult abban a pillanatban, amikor azt mondja, hogy amikor ezt tagadja, tehát amikor azt mondja, hogy majd megválasztod, mert végülis az vagy, akinek érzed magad. Tehát ez itt ezzel mindjárt szembe megy, de most nem akarom ezt, jó? Csak egy pár dolgot megmutatnám, hogy mennyire szembe megyünk. Például, ugye, a születésünk előtt a 8. magzati héten, tehát azért az nagyon korán van azért, a 8. magzati héten a fiúk kapnak egy hatalmas nagy tesztoszteron löketet, egy gyönyörű szép elárasztást. És hát el is színeződik az agyuk a kicsi fiú magzatoknak. De nem is az a kérdés, hogy elszíneződik vagy nem, hanem ez a tesztoszteron a két agyfélteke közötti átjárást, a pályákat megritkítja. Elég rendesen. Úgy, hogy például az összes fiú csecsemő 25%-kal kevesebb átjárással születik, mint a lány csecsemők. Ennek óriási következményei vannak, sokféle. Tehát ebbe bele lehetne menni, olyan nagyon nem akarok belemenni, de egy pár dolgot csak úgy mégis. Mi lányok például a sok összeköttetés miatt folyamatosan összekeverjük a jobbot és a balt. Nem tudom, ezt érzékelték-e. Nálunk ugye a kislányoknak bizony oda meg kellett jelölni, hogy a szép kezed, a jobb kezed. A fiainknak nem kellett megjelölni, azok mindig tudták, hogy melyik a bal kezük, érted. Vagy például, amikor, ugye hát ebből alakul ki, talán fel is írt, igen, ez a bizonyos fészkes gondolkodás a nőkben, aminek a közepén személy van, nem gyerek, hanem személy, ugye. Ez pedig az ösztrogén öntettől van, a lányok pedig egy ösztrogén, nagy ösztrogén tartalmú hát hormon löketet kapnak, ami ugye a személyközpontúság, a kapcsolódás. De ez a fajta fészkes gondolkodás, ez az átjárós gondolkodás, ez bizony elég nőies. Ugye nézzünk meg egy vegyes társaságot, szegény férjem mindig a falra megy, amikor vegyes társaság van nálunk, és beszélgetünk, és akkor egyszer csak megkérdezi, hogy most végre mondd már meg, hogy te kivel beszélgetsz. És mondom, veled, csak neki is válaszoltam kicsit, de különben veled beszélgetek. Hát ezt nem lehet követni, amit... Na. És ugyanígy, nézzünk be a konyhába, mit csinálnak a nők a konyhába. Tehát egy kis leves, meg akkor egy kis sütike, akkor kiszedi a gyereket a sütőből, megeteti a macskát, meghallgatja a híreket, telefonál egy kicsit minden, és holnap még a gyereknek készít egy valamit, nem tudom mi. Szóval ez így megy. A fiúk is szeretnek lenni a konyhába, ugye, és a legnagyobb séfek férfiak. Na de nézzé be, hogy az hogy történik. Ugye először is mindent be kell csukni, szép csöndbe, kéz alá lehet dolgozni, és készül a gulyás, jó? A. Nem kismillió más, meg sütik el, meg nem tudom micsoda holnapra, hanem most csináljuk a gulyást, jó? Na hát, vagy például egy olyat, hogy kitől szoktad hallani azt, érted, hogy befejezhetem a mondatot, drágám? Hát ez a férfi gondolkodás, érted? Ez az ügyközpontú valami, érted? És követi azt, amit. Ugye, ezt ma már látjuk ezekkel az agylelképező készülékekkel, hogy mennyire más dolgok, tehát van férfi agy, és van női agy. Tehát egy csomó következménye van, ez egy másik előadás, ezt magamnak mondom, nem szabad belemennem, mert nagyon érdekes, nem akarok, de nagyon-nagyon érdekes. Mert például ezt most már az, hogy ez egy központú, rekeszes gondolkodása van a férfi agynak, ezt ma már ugye... Ezekkel az agyleképezőkkel jól látjuk, hogy mi történik egy női agyban, és mi történik egy férfi agyban, amikor valamit csinál. Tehát egy férfi agy, ezt hívjuk rekeszesnek, hogy például, ha olvas, akkor minden, ami az idegrendszerében az olvasást támogatja, az minden aktív. De minden más csukva van. Tehát érted? Az olvasó rekeszek nyitva vannak, halló rekesz csukva, csináló rekesz csukva, menő rekesz csukva, minden más csukva van. Tehát, hogyan zajlik ez a dolog, ugye? Hazajön a férjed, nem tudom én, kicsit leül, elolvassa, mit tudom én, vagy mit, e-maileket megnéz, valami jó. Igen, és akkor nekem eszembe jut, hogy jaj, voltam ám a gyerekekkel az orvosnál, és igen, de a gyógyszertárban itt ül mondjuk. És a gyógyszertárban nem tudtam már elmenni, de akkor meg, és itt ül, és én mondom a magamét, és ez csak ül és olvas. És én még mindig mondom, és akkor egyszer csak felemelem, hogy téged semmi nem érdekel, ami ebben nyomorék családban van. Erre felnéz, tessék. Mi történt? Semmi különös nem történt, csak férfi agya van, semmi különös. Mi történt? Olvasott, az olvasó rekeszek nyitva voltak. A halló rekesz csukva volt. Tehát én itt mondtam a magamét, halló rekesz csukva. Semmi, érted? Megemelem a hangot, olvasó rekesz becsuk, halló rekesz kinyit, felnéz, és mi van? És én miből indultam ki? Hát magamból. Hát érted, ha én itt ülök, és olvasgatok. Hát és valaki hozzám beszél, hát én ezt hallom, hát világos dolog, én hallom, mert nekem ilyen össze-vissza agyam van, érted? Én ezt hallom, és ha én nem nézek föl, akkor annak annyi, mert azzal azt üzenem, hogy hallgass el, és pucolj innen, érted? És ez egy egész más, tehát nagyon fontos megérteni azt, hogy másképp is működik egy férfi agy, és másképp is működik egy nő. Tehát a nemi identitásunk tényleg a testiségünkben gyökerezik, ez nem szabadon választható, ez a kis gyökér. Azután már, ugye az a tét, hogy ezzel én együttműködök-e, vagy nem. Na most, nézzük csak meg. Egy pár ilyen dolog, de most ezekben nem megyek be, ugye megbeszéltem magammal. Nagyon különböző a látószögünk. A szemünk látószöge a férfiaknak, a látószöge keskenyebb, de messzebbre fókuszál. Tehát ő ezt itt nagyon gyönyörűen tudja, hogy északról délre halad, és mekkora, és milyen fajta, és mit tudom én mindenfélét, milyen sebességem megy. És a nő az is látja ezt, na de kismillió mást is. Ez mind a férfinak nincs. Nem is érdekes. Amire fókuszál, azt figyeli meg. Na most, hogyha a nők meg találkoznak egymással, miről fognak beszélgetni? Hát ezekről, ami a férfiak szerint nincs is. Az, hogy valaki bézs színű ruhába volt-e, vagy hogy nézett a másikra, meg miért nézett rá, meg miért nem, és ez hogy volt, és stb. És tegnap mit főztél. Tehát ezek mind, érted, és de ezek nincsenek. De nem is veszi észre. Én azt mondtam otthon, van 3 fiunk, meg a férjem, ugye, és érted, azt mondtam otthon, hogy ezek a fiúk, ezek fiúsan keresnek. Magyarul nem találnak semmit. Biztos. Mert ugye mi van? Ugye arra fókuszál, és akkor mit tudom én, bemegyek hűtőszekrény, szakállas, érted? De minden nap eljátszák, érted? Nincs vaj, nincs, de van, de nincs, de van, de nincs, de nincs. Mert ő neki az volt, hogy a vaj ekkora, zöld és a bal sarokban van. Na most oda benézett, ott nem volt vaj, de piros vajat kaptál, felét már megették, és a jobb sarokba benyomta valaki. Na. És akkor ő neki nincs. Na. Szóval ez a fiús keresés. De sok minden más, ugye ez viccel, ezt lezárom. Hazajön a férfi, azt mondja a felesége, na észrevetted valami szépet dolgot, újat. Jaj, miért megjött az új bútor? Jaj, nem, édes, hát rajtam. Jó, hát vettél új cipőt? Nem, hát itt a deréktől fölfelé. Miért voltál fodrásznál? Nem, édesem, de hát gázmaszkba vagyok. Szóval sokféle különbség van ebben, megyek is tovább. Térlátás, tájékozódás, ez a fiúban sokkal-sokkal jobb. Ugye ez is az idegrendszeri berendezkedés. A nőknek körülbelül ennyi helyen, hát alig találod meg, ami táplálja a térlátást és a tájékozódást. A fiúknak ennyi sok tápláló, szóval támogató agyi működése van a térlátásban. Tehát jól navigálnak, jól terveznek, jól forgatnak, jól tolatnak, amit én biztos előre felé állok csak be. Az összes autónkon látszik, ha hátra beálltam. Tehát nem kell szégyelni, de nekünk ez nincsen úgy átlagban. Tehát egy egészen más berendezkedési, ugye, az idegrendszerünk. A beszéd és a kommunikációban nagyon lényeges különbség van. A női agyban mind a két féltekében van beszédközpont, tehát minden helyzetben tud, akar és fog beszélni. Ugye? Férfiaknak csak a bal agyféltekében van, és az is szétszórva. Tehát egészen másképp használja. Vannak nagy dumás férfiak, ugyebár természetesen szónokok, országgyűlési képviselők, semmilyen. Szóval de egészen másképp használják a beszédet, mint a nők. Tehát tényleg másképpen, mert a nőknek például az, hogy a jobb agyféltekében is van, rengeteg érzelem van ott, nagyon-nagyon sok érzelmi góc. Tehát a nők szeretnek érzelmekről lelkizni innen-onnan. Tehát a fiúk ebben a helyzetben, mint a luda jégen, érted, itt nincsen beszédköz. Pont. Tehát ők logikus dolgokat, balagyféltekéseket, szépen egymás sorrában, nem tudom én, vázlatokat, hát a retorikán tanítják is persze. Jó, tehát más nyelven beszélünk, a férfiak a tényközlésre használják a beszédet, a nők meg kapcsolattartásra, és ez nagyon-nagyon más. Tehát a nők akkor is beszélnek, amikor nincs mit mondani, nyilván. Mert kapcsolatot azt lehet tartani, de hát ez nem baj, érted? A férfi meg csak akkor beszél, hogyha van mit közölni. Hát nézd meg a fiúkat, hogy telefonálnak. Ja, jó. Oké, csá, puf, letette. Nőket nézd meg. Jaj, édesem, nem hiszem el, hát nem mondd már, pupulöbő, minden. Túloz, hangsúlyoz, nem tudom, mindenfélét csinál, nem kell komolyan venni mindent. Na jó, nem veszek, ezt nem megy. Egypályás, többpályás, jó, mert ezeket nem mondom el. Más a probléma megoldásunk és a stresszkezelésünk is, egészen másképp nyúlunk hozzá. Vezetésünk, mármint hogy nem az autóvezetés, az is, de embereket, ha másképp vezetünk, szóval ez egy másképp szeretünk, másképp hiszünk, tehát nagyon-nagyon sokféle, mert van férfi agy és van női agy. Jó. Ezzel ugye, tehát azt mondtuk, van a magidentitás, ugye a kicsi énem, ami elkezd meggyökerezni abba, hogy igen, jó, hogy vagy, szerethető vagy, igen, és minden, stb. És ez beleöltözik egy testbe, vagy férfi, vagy női testbe, beleöltözik, ez lesz az egész személyiségnek a gyökere. Tehát, és akkor most innen kezdve azt mondjuk, hogy alakul ki a nemi identitás és orientáció. Tehát, megvan ez az alaphelyzet, és az identitás azt jelenti, hogy ezzel én azonosulok-e, ugye? Hogy tényleg, én női testben vagyok, és hogy azonosulok ezzel. Férfi testben van, és azonosul-e vele. Ez az identitás. És az orientáció megint egy más. Orientáció micsoda? Azt mondom, női testben vagyok, azonosultam vele, és a férfiak vonzanak. De lehet az is, női testben vagyok, azonosulok vele, és a nők vonzanak. Ilyen is előfordul, ugyebár. Majd megmutatom, hogy mitől. De van ilyen. Tehát ez az orientáció és az identitás közötti különbség, ugye? Jó, megyünk tovább. Hogyan alakul ki, hogy merre felé vonzódok, és hogy valóban ez megszilárdul-e ez az identitás. Ezt nézzük meg. Ennek van egy ilyen szép kis folyamánya, az egészséges kialakulásnak a folyamatát megnézzük. Másfél-két éves kor körül van az első élményünk, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Ez a másfél éves kor körülbelül az, amikor leválok anyukámról, arról a nagy szimbiózisról, és észreveszem, hogy én tudok mást akarni, mint anya. És azt mondom neki, hogy nem. És anya elborul, és ezt én csináltam. Tudok mást akarni, mint anya. Jön a nagyi, neki is megmondom, nem. Hú, ő is elborult. Ezt is én csináltam. Ügyes vagyok, tudok tök más csinálni. Hazajön apa, neki pláne megmondom, nem. Érted? És apa is azt mondja, nézd a kis büdös, ó, és ezt is én csináltam. Erre apa azt mondja, hozd ide a papucsomat, úgy elviszem, mint a szél. Na, érted? Mást akarok, dackorszak, hurrá, tud a gyerek akarni. Tehát azt mondom, hogy egyszerűen felébred, hogy én vagyok, és nem te, és én más tudok akarni. Ez a dackorszak eleje, ugye? És ebben a pillanatban megint jó lenne két szólamban mondani, mert ez ugyanakkor, ugyanúgy, érted, ugyanabban a pillanatban van ez a ráébredés, hogy én vagyok, és nem te, és olyan vagyok-e, mint apa, vagy olyan, mint anya. Fiú vagyok-e, vagy lány. Ez is egy első felébredő érzésem. Ha azt tapasztalom, leváltam ugye anyukámról, hogy azt tapasztalom, hogy én olyan vagyok, mint anya, akkor most már kívülről én, és visszakapaszkodok anyukámra. És elkezdem tanulni a női szerepet. Pörgős szoknya, kopogós cipő, keverünk, kavarunk, mindenfélét csinálunk, mint anya. Ha én kicsi fiú vagyok, leváltam anyukámról, és azt mondom, olyan vagyok, mint apa, és rákapaszkodok apára. Ha ott van, ha nem értem, dolgozik éppen folyton. Elérhető és szerethető, ugye? Rákapaszkodok apára, és elkezdem tanulni a fiút, érted? Nézzétek meg, hát menjetek be egy óviba, hát mindent lehet látni, hogyha annak a kisfiúnak van elérhető apja, pont ugyanúgy ül, biztos, ha van fia, biztos így ül, érted? Pont ugyanazokat csinálja, akkor elmegy tankolni, akkor elmegy, akinek horgászik az apja, azok horgászost játszanak, söröznek a Pistával, hogyha apját látta így, stb. Stb. Tehát elkezdi tanulni ezt a férfi létet, és ha ott van az apja. Ha nincs ott, akkor nehéz neki, mert akkor nem tud megmaradni maga, akkor visszakapcsolódik anyjára, majd erről is beszélünk. Tehát fiú vagyok, én lány. És akkor az egész óvodás és kisiskoláskor, bizony, ez az az ilyen rejtett szakasz, látány szakasznak nevezük, szereptanulással telik el. Ez hosszú, tehát egészen a 10 éves korig körülbelül, tehát mindenféle helyzetben. Ez egy érzelmi szerepazonosulás, ami történik, nyilván nem magyarázattal történik, érzelmi. Tehát óriási szerepe van a mintának. Hogy lát-e maga körül férfias férfiakat, nőies nőket, hogy játszik-e ilyen játékokat, vagy játszhat-e, hogy az öltözködésében valóban ő is szerete lány lenni, szerete fiú lenni, akkor abban a helyzetben milyen meséket hallgat, lát, néz, milyen képeket. Tehát nagyon-nagyon nem ártalmatlan dolog, és nagyon-nagyon professzionális volt az LMBTQ-nak az első tette, ugye, amikor mesekönyvet nyomott a gyerekek kezébe, vagy legalábbis akart. És ebben a helyzetben, mert ez egy érzelmi szereptanulás. Tehát az, hogy a mesék, hát láttatok már olyan épkézláb mesét, amiben a fiúcskák válogatták ki a rizszemeket ott otthon szépen a kályha mellett? Mert én ilyet nem láttam. Mert a fiúk ugye mindig más feladatokkal. Tehát egyszerűen ott is megvannak a férfias minták, és a nőies minták minden mesében. Majd erre is egy kicsit visszatérünk. Tapasztalatok, filmek, képek, tehát itt nagyon-nagyon fontos. Tehát az se volt véletlen, amikor a Disney ugye kitűzte maga elé, hogy az elkövetkezendő időszakban az ő összes szereplőinek az 50%-a az homoszexuális, vagy leszbikus, vagy transz lesz. Hát nem kéne Disney filmet, vagy egyáltalán Disney mesét adni gyerekek kezébe. Tehát egyszerűen ad, mert nem tudod, hogy a végén végül is a királylány kit fog megcsókolni. Úgy véletlenül. Mert nem írja rá. Csak ott jössz rá. Na jó, szóval ez egy nagyon-nagyon fontos időszak, amikor érzelmileg tanulja ezeket a szerepeket. Akkor jön a következő szakasz, serdülők. Ugye 10 éves kor körül kezdődik a serdülés. Na most eddig, amint látjuk, még nem alakult ki a nemi identitás, csak tanulgatta. Tehát van egy térképe. Van egy térkép arról, hogy én körülbelül fiú vagyok-e, vagy lány, és ezt körülbelül elkezdtem tanulgatni. Mindenféle, minden, ami ezzel járt, ugye? És még puha az identitás ebben az időszakban. Tehát nincs vége, messze nincs vége. A serdülőkor körülbelül 10 éves korba kezdődik, ugye? És 21-23 éves korig tart. Amíg ugye az idegrendszer beérik, főleg az a legkomplexebb idegrendszeri terület 21-23 éves korban. Tehát ez egy nagyon hosszú terület, és nincs kész a nemi identitás. Tehát ott még puha. Van egy térkép, és most jön a szexualitás és az erotika. Most jön rá erre a térképre. Van egy nagyon komoly törvényünk, azt erotizálja, azt szexualizálja a személyiség, ami benne idegen. Na most egy kicsit nézzünk rá. Ugye én mondjuk lány vagyok, hát most ez tényleg igaz, tehát lány vagyok, ugye leváltam anyukámról, azonosultam utána a nőkkel, mindenfélét, mindent tudok, hogy vonzunk, hogy taszítunk, hogy fáj a fejünk, hogy mindenfélét, hogy nyávogunk, hogy nem. Mindenfélét tudok, jó, megvan. Mi lesz idegen nekem? A fiúk. Jön a serdülés, és keletkezik egy jó, egészséges vonzás. És tudjuk a végét. Jó, tehát megvan. Na most azt mondom, hogy mondjuk fiúcska vagyok, leváltam anyukámról, akarnék apukámhoz kapcsolódni, és nincs ott. És nincs ott, lukat fogok, és érted? És egyszer csak, ugye, visszakapcsolódok anyukámhoz. Tehát egyszerűen megtanulom, ott volt a doktornéni, a tanítónéni, az óvonéni, a rendőrnéni, a mit tudom én, néni, a buszvezető néni, van körülöttem mindenki néni, és nagyon jól meg fogom tanulni a nők világát. Jön a serdülés, azt erotizálom, azt szexualizálom, ami bennem idegen. Mi lesz idegen? A fiúk. És még mindig keresem azt, amit nem kaptam meg ebben az életkorban. Tehát, hogy ez egy konfliktusos nemi identitás lesz itt ebben az időszakban, az majdnem biztos. Hogyha nem tudott ráépülni, ugye az apára. És itt még egy felkiáltójelet azért tennék. Az is, az erős nők, azok még tudnak ezen még súlyosbítani, ugye? Nincsen otthon, vagy nincs olyan nagyon elérhető közelségben a férfi. Mindent megcsinálunk mi nők. Ennek a fiúnak, ennek az a tapasztalata, hogy férfinak lenni nem jó, nem érdemes, nem, nincs rá szükség, nem egy pláne. Hát ebbe ki akar belenőni? Senki. És ugye én is úgy vagyok, hát azért bevertem egy-két szöget, mikor nem volt otthon az Oli, tényleg. Na jó, de nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen felhanggal vered be. Hogy azt mondod el, hogy jó, már megint nincs itt, hát majd megcsináljuk. Nem. Hanem akkor azt mondod, te fiam, nézd meg, hát én megpróbáltam ezt a szöget, nézd meg, mit bénázok vele. Apád, ha hazajön, eszi neki a falaszöget, tudod, csak úgy beszippantja. Ma. Érted? És akkor egy kis fiú azt megtanulja, hogy fiúnak lenni jó, a fiúra várnak, a fiú érde. Érted? Nagyon fontos tapasztalat legalább ennyi, de hogyha nincs ott az apja, bizony nagyon keserű, mert vissza fog kapcsolódni az anyjára, és a férfiak lesznek hiányosak. És akkor azt mondjuk, ugye, van még plusz egy élménykényszer. Hát most nem tudom bemenni egészen a serdülésbe, de ugye tele van dopaminnal az agya, és keresi az élményt, keresi a valamit, a különlegességet, érted? Én nem vagyok olyanok, mint ti. Na most ez az, ugye tolom el a szülői, mindent tolok el a szülőket magamtól egy serdülésbe, mert én akarok lenni, és nem az anyám, és nem az apám, ugye? Hát ez tehát a szülői intézmény tolja el magától. Nagyon, nagyon erősen, mert meg akar születni az ő énje. Tehát annyira erősen, ez csak vigasztalásul mondom, ha vannak a serdülők a közelben, hogy egyszer csak úgy észrevettem, hogy a lányom szerint én a levegőt se veszem jól, tehát nem. Egyszer úgy azt mondta, hogy ugye, akkor utána úgy gondoltam, hogy mit mondott ez itt éppen? Hogy anya, hogy lehet így levegőt venni? Ezek szerint a levegőt se vettem jól. Tehát annyira tolja el a szülői intézményt magától. Na jó, és itt akkor ugye voltak ugye a különböző lázadási formák, a serdülési lázadási formák. Hosszú haj, ez meg az, nem tudom én, hippi, így meg úgy, meg úgy. Ma már ez nem lázadás. Lehet hosszú hajad, lehet rövid hajad, lehet testékszered, lehet testfestésed, lehet, járhatsz rongyosgatyába, vagy frakba, vagy akármi, ez már nem elle. Mibe lehet lázadni? Nem vagyok heteró. Barátom. És ezt nagyon-nagyon meglovagolja ez az egész áramlat. Tehát azért a serdülőkor ennek nagyon ki van téve. Emiatt is, mert van egy általános zavartságérzése, van egy lázadása, egy figyelemfelhívása, egy valamilyen, és tele van egy élménykényszerrel, és ott van, hogy azt fogja erotizálni, szexualizálni, ami benne idegen. Na, erre majd még ránézünk. És akkor még van a fiatal felnőtt, ugye, ezt az identitást, amiben így belenőtt, meg kell hódítani, az szerint viselkedik, ugye, akkor elkezd belemenni ebbe a világba, megszilárdul. Tehát ez egy folyamat, amit a nevelés és a környezet nagyon komolyan befolyásol. És ezt nagyon szeretném kiemelni, mert ugye nagyon sokszor hallottuk ezt, ó, hát most egy mesétű nem lesz semmi se. Tényleg? Nektek volt olyan gyereketek, amelyik egy mesét egyszer hallgatott meg? Mert szerintem ilyen gyerek nincs. Tehát egy mesétől igenis lesz, mert még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, és szívja be mindent, ami azzal jön. Érzelmileg. És ez egy érzelmi azonosulási folyamat. Tehát nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mit szív be ebben a folyamatban. Na most. Cél tehát, hogy a biológiai neme és a nemi identitása szépen fedésbe kerüljön. Ezt csináljuk tulajdonképpen a kisiskolás és óvodás korban egészen a serdülésig. Na most. Most egy kicsit arra szeretnék ránézni, hogy amikor ez sérül, akkor mi a helyzet, ugye? Külön kell néznünk a fiúkat, és külön a lányokat, mint ahogy mondtam, mert van férfi agy, női agy, van férfi, tehát egyszerűen más a fejlődési folyamatuk. Megnézzük. A fejlődni vágyó férfiasságnak kifejezetten kihívásokra van szüksége. Rengeteg a tesztoszteron benne, meg még sok minden másért. Tehát itt nagyon-nagyon fontosak, ugye az apák, a biztos kötődésű valami, hát egy ilyet ezt egy anyával meg nem tudsz nézni. Hát érted? Nézzél bele a játszótérbe, mit csinálunk a mászókán, ugye? Az apák, érted? Statikailag még ott told alá, és akkor ott jó lesz, de most ott jó. Na klassz, jó van, ügyes vagy, és ott hagyja a tetőn. Érted? Az összes nő lerágja a körmét, hogy le fog esni most rögtön, ugye? Nézd meg az anyát, amikor a mászókára megy a gyerek, ugye? Jaj, igen, nagyon ügyes vagy, gyere le! Ugye? Tehát egyszerűen ezeket a helyzeteket, de ez jó apa kötődésben át tudja élni, egészen másképp játszanak az apák a gyerekeikkel, minden más csinálnak, nem megyek bele, stb. Azt mondja egy kutató. Az apával való testi kontaktus is nagyon fontos ahhoz, hogy a fiú elérhetőnek és ismerősként, valódinak tudja megélni az apát. Ugye, mert apa én vagyok nagyban. Ugyanígy, ahogy a kislányoknak anya én vagyok nagyban. Tehát ezt kell ugye átélnie, de ehhez kell testi kapcsolódás is, érted? Hogy érezzen egy férfi kezet, tök más, mint egy női kéz, tök más, az egész hozzányúlása, a mindene, ugye? Hát Szőrös is például, ugye? Tehát egyszerűen, hogy ez az azonosulási folyamat, ez egy testközelségben is létrejöjjön, hogy ne csak szellemileg tudjon rákapaszkodni, hanem valóban a saját testét is ne érezze idegennek, mint férfiúi testet, ugye? Azt mondja egy terapeuta, öleljétek meg a fiaitokat, ha nem ölelitek meg őket, akkor talán később egyszer majd egy másik férfi fogja ezt megtenni. Miért egy másik férfi? Miért nem? Miért, amikor valami mondjuk nem ölelték meg, és felnő, és ott van ugye a serdülésben, meg már utána, akkor miért nem egy női ölben keres melegéket ez a fiúcska? Azért, mert még magát se találja. És még mindig azt keresi, azt az apát, akit nem kapott meg. Ugye, mert még nem alakult ki, és éppen ezért keresi saját magát egy másik férfiban, egy olyanban, aki ő is ugyanezt keresi. Tehát nem fogják egymást megtalálni, tehát nem fogja azt megtalálni, amit keres. Nem volt egyetlen, valamelyest is jól kontrollált tanulmány sem, amelyben a homoszexuális életet élő férfiak pozitívnak vagy szeretetteljesek, odafordulónak írták volna le az apjukat. Egyetlen egy ilyen se volt. És most itt nem akarom elkeseríteni azokat, akiknek nincsen a közelükben az apa. Itt például az apát helyettesítő férfi figurák is nagyon fontosak. Tehát nyilvánvaló, be lehet ebbe lépni, lehet sok mindent, de kell. Tehát az, hogy a tiszta nők között fölnövő, annak nehéz. Ugye? Tehát a lehetséges sérüléseket egy kicsit megnézzük. Ugye mi történt? A megélt kötődési sérülések miatt, vigyázat, lehet, tudom, hogy este van, de ezt nagyon kell tudni, kötődési sérülés nem születése miatt, nem más testbe született, hanem kötődési sérülései vannak, amit megélt, elszigetelődik először az apától, azután a saját férfiasságától, ugye ezzel, a saját testétől, a többi fiútól, nagyon tipikus, ugye, hogy a fiúk nem fogadják be, nem érzi magát hasonszőrűnek a dolognak, nagyon idegennek érzi ezt minden homoszexuális el is mondja. Itt tehát a gyermekkori lelki sérülések felhalmozódnak, és emiatt ugye férfiként kisebbrendűségi érzések, és ugye nem tud egy nő felé nyitni. Hát mi az intimitás? Ezek ugye nagyon nagy, nem tudom, hogy ide írtam el, Mi az intimitás, ugye? Egy bátor szeretés. Egy teljes magamat adom neked. Na de mikor nem tudom, ki vagyok, akkor hogy adom oda magamat neked? Tehát akkor félni fogok egy másik neműtől, mikor magamat se találom. Tehát ez nagyon lényeges dolog, ugye, hogy gyerekkori lelkisérülések felhalmozódása okozza általában ezt a fajta fejlődési mintát. Mik lehetnének a védelmek, ugye? Konstruktív, támogató, szívélyes apakapcsolat, vagy az apát helyettesítő férfi kapcsolódás. Ez a neutralizáló szerep is nagyon fontos, csak itt azért, mert mégiscsak nők is vannak. Ugye nagyon sokáig a mi nők, az a feladatunk, hogy ölelünk, óvunk, nem tudom. És akkor egyszer csak eljön egy feladat, amikor el kéne engedni és löködni a kifelé. És ezt nagyon sok nő nem tudja megcsinálni. És itt, hogyha például van egy jó kapcsolat, egy jó párkapcsolat, akkor ott az apának nagyon nagy szerepe van, hogy édesem, hagyd már békén, és hadd menjen. És akkor ezt így meg tudjuk csinálni. Nem egy olyan könnyű, ezt 4-szer megcsináltam, de rendes feladat. Jó. Tehát a homoszexuális vágy mögött kielégítetlen érzelmi szükségletek húzódnak meg. Rendkívül fontosak ezek a tények, amik miatt ugye ez kialakul, és hiányzik az azonos nemű szülő szeretete, elfogadása, figyelme, megerősítése, és ez a más nemű személlyel való intim kapcsolattól félni fog. Világos? Azt hiszem, nagyon szépen látható ennek a folyamatnak a miben léte. Na most, megnézzük a nőit is egy kicsit, már mindenki tudná ezt maga is lezongorázni, mert láthattuk, hogy hogyan alakul ki az egészséges fejlődés, de azért kicsit nézzünk rá. Itt van például ez a Siegel, pszichoanalitikus hölgy. Nagyon sokáig azt vallotta, nők között a leszbikus kapcsolat teljesen normális, ez egy nagyon érzelmi kapcsolat, stb. Mindaddig, amíg a páciensei olyan mértékű fájdalmát nem tapasztalta meg rendszeresen, hogy ez nem jó. Tehát, hogy ők is érezték, hogy ez nem jó, és nem boldogok ezekben a kapcsolatban. Azt mondja, ez az igen. A homoszexuálisan érző nők szükséglete, hogy más nőkkel gyógyítsák meg saját hiányosnak megélt énjüket. Megint ugyanaz a helyzet, csak az anyával való kapcsolódás hiányzott. A női identitásban, tehát nem tudott azonosulni ugye, a nővel, a körülötte lévő nővel, ezt az űrt egy erotikával mélyen átitatott feltankolással és egy másik nővel való összeolvadással tölti ki. Megint azt keresi, amit nem kapott meg. Tehát nem tudott egy nővel azonosulni, és magában kibontakoztatni a nőiségét, ezért még mindig keresi azt a nőt, akivel azonosulni tudna, és magába kibontakoztatni azt, ami még nem bontakozott ki. Kerestem valamit, mondja egy leszbikus hölgy, kerestem valamit a barátnőmben, nem tudtam, hogy mit, és nem is kaptam meg tőle. Tehát ugyanígy jár, mint a szegény másik nemű fiatalok. A legszívesebben rátapadtam volna, hogy így növeljem saját értékemet. Tehát érzed? Mindig saját magát keresi, még mindig saját magát keresi. Halman, szintén egy leszbikus nő, kerestem önmagamat, és azt a biztonságot és védettséget, amit az anyám mellett soha nem éltem meg. Érted? Ezért mutattam meg ott azt az elejét, az anyával való kapcsolódásnak a hihetetlen nagy szükségét. Mindegyik elmondja, nem a szex volt a lényeg, csak kötelékre vágytam, érzelmi kötelékre. Azért ezt érezzük, hiányzik egy anyakötelék, hiányzik ez az otthon, hiányzik ez a kapcsolódás, hiányzik ez az intimitás. Nem tudtam rámintázódni, eltelt az óvodáskor, eltelt a kisiskoláskor, jön a szexualitás és az erotika. Mit szexualizálunk, mit erotizálunk, ami bennünk idegen. Tehát azt mondja, nem a szex volt a lényeg, csak amikor már jött a szexualitás, erotizálás, már ott volt egy hiány. Azt szexualizálta. És ez nem is kapta meg nyilván. Vágytam valakire, aki teljessé tehetne engem. Tehát érted? És ezért is van az, amikor például, amikor az örökbefogadásról, hát ez Amerika volt akkor, vitáztak ugye, hogy lehet-e homoszexuális pároknak örökbefogadni gyereket. Sokféle érv meg nem tudom mi, de azért azt is keresték, ugye egy kisgyereknek stabilitásra van szüksége. Tehát vizsgálták azt, hogy a homoszexuális párok milyen hosszan élnek egymással. És kiderült, hogy abban a vizsgálati szakaszban nem találtak egyetlen olyan homoszexuális párt, aki 5 évnél tovább élt volna egymással. Nem mondom, hogy a heteroszexuális házasságok annyira nagyon na jó, de azért ennél stabilabbak. Tehát megint nem kell mindent elolvasni feltétlen. Megint ezt látjuk, ugye, hogy itt vannak ezek a hiányok. Nem volt az anya vonzó, ugye, elhatárolódott tőle, és inkább a férfiak felé kötődött, vagy kizárólag az apával azonosult. Ez egy lánynál nem lesz jó, mert a férfiassággal kezd azonosulni. Ugye aktivizmus, teljesítmény, nem tudom mi. Most találkozt, elnyomja magában az anya utáni vágyódását, és később más nők utáni erotizált vágyként jelenik meg. Most nem annyira régen találkoztam egy nővel, azt mondja, hogy én ezzel nagyon sokat kínlódtam, mert a környezetben, tehát nem volt olyan nő, de főleg nem az anyám, akivel szívesen azonosultam volna nőként. És azt mondja, amikor elkezdtem serdülni, azt mondja, 2 számmal kisebb melltartót vettem, leszorítottam mindent, rövid hajat csináltam, úgy akartam kinézni, mint a fiúk, én nem akarok nő lenni. Na most már gyógyul, de jó. Vagy például az apa, vagy a környező férfiak, és ez nagyon lényeges, részéről hiányzó tisztelet és védelem hiánya. Nagyon gyakori. Ez is csak nő, ezek a hülye nők, mert már persze mit más lehetett volna, mint nő. Na most, hogyha ez körülveszi, és ez a kislány, az a bizonyos, érted, a személyisége, az a kis identitása még nem növekedett ki, és folyamatosan ezt hallja, hogy minden nő hülye, és a nem tudom micsoda, hát ez nem akar nővé válni. És bizony el fog akár menni másik szexuális bántalmazás, persze, lánynak lenni nem jó. Jó. Nem alakulnak ki a lánybarátságok, ugyanúgy, mint a fiúknál, ahogy mutattam, ugye? És elbizonytalanodik, hogy ő hova tartozik. Magányosság, elutasítottság, stb. Belső üresség. Tehát megint megnézzük a sérüléseket. Kielégítetlen és szexszel nem csillapítható érzelmi szükségletek. Megint látjuk, ugye, hogy nem arról van szó, hogy rossz testbe született, hanem egy kielégítetlen, hosszú érzelmi szükséglet van, nem volt meg az azonos nemű szülő szeretete, figyelme, stb. Nem tudott ezzel azonosulni, és ezért nem tud egy más nemű személlyel intim kapcsolatot létesíteni, mert magát még nem találta meg. Hát ugyanez van, mint a fiúknál, ami volt. Jó. Itt is a védelem mik lehetnek, biztonságos kötődés ott az elején, amiket mutattam, az a bizonyos kötődés. A nőiség apa és az apa szereplők, vagy a történő elfogadása és tisztelete, érzelmi szükségletek, ugye érzelmi nevelés, tehát keresi az anyát, keresi önmagát, és a férfit elutasítja. Tehát sajnos eléggé egyenes a képlet ebben a helyzetben. Tehát most még egy kicsit megmutatnám, hogy ezzel szemben, tehát ugye nem csináltunk semmit, tehát nem arról szól, hogy az ember bármilyen fejlődési folyamat lenézne, vagy nem érted, nem erről szól, hanem ez egy fájdalmas folyamatnak az eredménye, amivel találkozunk felnőtt korban. Na most, ezzel szemben ugye, itt volt egy nagyon nagy kérdés, végig ez a nagy kérdés, van-e velünk született biológiai alapja a homoszexualitásnak? Mert ha van, akkor egészen másképp kell ugye erre az egész folyamatra ránéznünk. Mert ha te kék szemmel születtél, akkor téged kék szemmel fogadlak el, és ez teljesen jó, és ezt fogom táplálni benned. De hogyha nem, hanem ez valami sérülés, akkor abban kell segítenem, hogy ez a sérülés, hát hogy úgy mondjam, gyógyítsuk. Ugye itt a biológiai kutatások voltak a legmérvadóbbak, és egy kicsit ránézünk a sajtóra, hogy ebből mit csinál. Ugye 4 féle területet érdemes egy kicsit, de tényleg csak vázlatosan fogom, ne féljenek. Tehát a génkutatás, ugye, mert azt tudja bebizonyítani, hogy gyakorlatilag most ezzel születünk, vagy nem, van-e ilyen gén, vagy nincs. Agyhormon és az ikerkutatás, mutatom. Azt mondja, génkutatás. 93-ban, mindent mondok, nem kell olvasgatni nagyon, tudtuk, hogy azt mondja ez a Hamer vagy Hamer, ki mint szeretni mondogatni, ugye? 93-ban azt mondja, hogy a gének csak részben adnak választ, nem találta meg, hogy hogyan, lehet találni ilyen, de nem talált, de a környezet nagy szerepet játszik, már akkor elmondja. Jó, erre a sajtó, Hamer vagy Hamer talált egy homoszexualitásért felelős gént. Hát ez úgy hazugság, hogy van. Na most ezután elkezdik keresni, természetesen az egész tudós kutató társadalom, nyilván fontos ez, talán keressük még, mert ők azért tudták, ugye mi ezt olvassuk a sajtóba, ugye nem olvassuk az összes Hamer kutatást, olvastuk a sajtóba, hogy talált. De a kutatók olvasták, hogy nem talált, tehát kerestek tovább, azt mondja. Nem tudjuk, miért jutottunk más eredményekre, sokkal nagyobb volumenű kutatásokban, de A rendelkezésre álló adatok nem támasztják alá, hogy volna olyan gén, amely befolyásolná a szexuális irányultságot. 93 óta kutatják. Nagyon. Mindenhol, világviszonylatban, nemzetközi nagymintás kutatásokra. Tehát azt mondja, kimondhattuk, hogy nem találtunk. Sajtó? Nem közölte. Nem közölte. Ma, ha beírod, hogy van-e homoszexuális gén, vagy mi, akkor kihozza a Hamert. Kihozza ezt, mert ezt nem közölte. Tehát ugye megtartja az áldott internet mindent. És jön, hát persze van, hát Hamer megtalálta, hát ott van, ott vannak a kutatások. Jó, ezután még tovább, ugye, mert úgy ezek bemutatták, hogy nem. Tovább kutatták, 15 éven át az egész genomot megvizsgálták gyerekek, ennél részletesebb, alaposabb vizsgálatot nem lehet végezni. A teljes genomot megvizsgálva nincs ilyen gén, kimondja Whitehead. Sajtó, Spiegel, van, csak nem találják. Basszus. Bocsát, ezt majd vág ki. Jó. Tehát jön az alkutatás, maga is merek, Simon Lövé. Sokan kutatták ezt, de érdemes azt megnézni, hogy aki nagyon meg akarta találni, nagyon becsületesen, nagyon meg akarta találni, mert maga is érintett volt benne. Fontos kiemelni, hogy mit nem találtam. Nem tudtam igazolni a genetikai okot, nem tudtam igazolni, hogy ezzel a hajlammal születnek, és most figyelj, ami mellesleg a leggyakoribb tévedés a kutatásomat interpretálók körében. Tehát ő mondja ki azt, hogy kollégák, hagyjátok már abba, hogy azt mondjátok, hogy találtam, mert nem. Mert nem. Az agyban sem találtam homoszexualitásért felelős központot. Nagyon becsületes Whitehead. Mire? Simon Lövé, vagy a Simon Lövé. Simon Lövé talált valamit. A slusszkulcsát a zsebébe, vagy nem tudom. Érted? Hogy lehet ez, mikor ennyire szépen elmondja, hogy mit nem talált? Hormonkutatásnak is csak a végeredményét mutatom. A mai napig nem létezik meggyőző bizonyíték, hogy hormonális eltérések jellemeznék a születés előtt vagy után a homoszexualitás a lévőket. Ikerkutatás, na ez nagyon érdekes, ugye? Mert ugye az egypetélyű ikreknek a teljes génállományuk ugyanaz. Tehát, ha van egy petélyű iker, egyik homoszexuális lesz, akkor 100%-ban a másiknak is annak kell lennie, ha genetikai az érintettség. Férfiaknál 11%, nők esetében 14%-ot. És sokféle van, de hasonló százalék jött ki. Hát azért ez nem 100. Tehát ezt lehet látni, hogy ez környezet, ez nevelés, ez az a folyamat, amit megmutattam az előbb. Ugye? Eddig tehát még nem jelent meg egyetlen olyan tudományos munka sem, amely bizonyítani tudta volna, hogy a homoszexualitás mögött biológiai vagy genetikai ok húzódna meg. Én azt mondom, ha van érzékenyítés, ha van felvilágosítás, az a becsületes, ha ezzel kezdjük. Meg azzal, hogy az első sejtünkben eldől, hogy férfi vagy nő. És hogy néhány ezrelék az, ami nem. És utána beszélgethetünk sok mindenről, hogy ki akar mit választani, és hogy mi az emberi szabadság van. Persze. De azért ezt kell tudni. És ezt biztos, hogy mindenképpen meg kellene tanítani. És ma, amikor érted, megtanítjuk az atomhasadás mindenféle, meg hogy Zimbabvében hány, nem tudom én, szenet bányásznak, akkor azt is meg kellene tanítani, hogy tulajdonképpen hogyan létre az élet, és hogyan van ez a nemi identitás. Tehát, mit tehetünk, most már összegzek, csupa sárga lesz. A dolgok néven nevezése, és ne engedjük átírni a szótárunkat. Nagyon-nagyon fontos. Tehát amikor már, ugye már van szomszédos országban egyes szülő, meg kettes szülő, hát én nagyon szeretném, ha nekem édesanyám maradna, és én is anya akarok maradni, nem egyes szülő, meg kettes. Ugye? És ugyanígy, ugye átírtunk már mindent, tehát a barátom, hát most nem mondhatnám a Novák Előd a barátom, hát itt a férjem meg a minden, most hogy mit, na, érted? Nem. Nem mondhattam azt, hogy meleg szeretettel üdvözlöm önöket. Ugyebár. Nem, de minden, a legfontosabb dolgainkat, de átírták. Átírtuk a szeretőt, a szerető a legszebb szabunk volt, a legszebb magyar szó volt, a szerető. Az, akihez én tartozni akarok, és mindenkinél jobban szeretem. Emlékszem, amikor voltunk, még mennyasszonya voltam az Olinak, voltunk Erdélyben, jó, szállunk ki, mindenféle, és hát nem jött akkor éppen az Oli velünk, hát szállok ki, és akkor ott fogadnak. Hát Ritácska, hát a szeretőd nem jött veled? Hú, hát ott voltak a szüleim, hát úgy égtem, mint a rongy, érted, hogy mit képzel? És őnáluk még használták a szerető szót. Tehát ugye most jött a szivárvány, meg a minden. Ez nem egy olyan ártatlan dolog, mert amit kimondunk, amit használunk, az tudatosul. Tehát azért ez nagyon nem mindegy, hogy fiúk vagyunk-e, vagy lányok, nők vagyunk-e, vagy férfiak, anyám van, vagy apám van, és ilyen értelemben, hogy a szerelem az szerelem, és nem család az család. Álljunk meg, ma már egy vonós négyes is lehet egy család, akár. Tehát a családnak ezt a férfinői kiegészítő egységét, amiből élet születik, de nem csak biológiai. Hát most ez olyan messze vezethet, nyilván ezt gondolják, de azért nem olyan régen olvastam, hogy Franciaországban egy nő hozzáment egy hídhoz. Egy hídhoz. Hídhoz, mert az olyan szilárd. Biztos kapcsolat. Biztos kapcsolat. Na de most gondold meg, most itt mi mulatunk ezen, de hogy volt egy másik felnőtt ember, aki összeadta őket. De gyerekek, hát ide jutunk, hogyha a család az család, mert akkor minden lehetséges. Tehát ezt mondom, hogy ne engedjük meg átírni ezeket a fogalmakat, na jó, megyek tovább. Tájékoztatás, életkornak megfelelő szexuális nevelés, az ártalmas érzékenyítés kerülése. Vannak nagyon jó programok, megy például ez a Cikluson, nagyon-nagyon szép program, hülye neve van, de tényleg nagyon szép program. Titkos küldetés a fiúknak a családi életre nevelés, gyönyörű program, be lehet vezetni iskolába, megvan, a NAD-ba is benne van, lehet csinálni. És ez akkor azt jelenti, ugye, hogy kapnak egy olyan bevezetést a párkapcsolati életre és egyebekre, ami nagyon fontos lenne. Ez az életkornak nem megfelelő érzékenyítés helyett. Mert ugye például mi az az életkornak nem megfelelő? Hát emberek, az óvodás és a kisiskolás korban fekete-fehérben látnak a gyerekek, mármint most nem színben, de nagyon fontos nekik, hogy nem tudnak még átmeneteket megérteni, nem tudnak. Tehát ő neki a jó, a rossz, a tündér, a boszorkány, a nappal, az éjszaka, a nő, a férfi. Erre van szüksége addig, amíg egy szilárd belső iránytű ki nem alakul, és utána egy érett személyiség képes arra, utána, ha ez jó szilárd belül, ez az iránytű, hogy aha, de az életben azért vannak más dolgok is, és vannak átmenetek, és van más, és ezzel tudok mit kezdeni, és nem nézem le, nem köpöm le, nem felemelem, érted, vele vagyok. És itt van, ugye szokták mondani a keresztényekről, hogy meg kirekesztők vagytok. Ezt csak felnőtt korban lehet valóban befogadni, egy másfajta életstílust, azt mondani, hogy tudom, hogy miből alakult ki. Tehát ez gyerekkorban, ez az érzékenyítés nagyon-nagyon káros. Ilyen értelemben ez nem érzékenyítés, ezt tényleg merem vállalni, ez megrontás. Ez megrontás, mert akkor még nem alakult ki. Tehát ezt nem lehet lepecsételni ott még, és erre nem érzékenyítünk. Ugye minden tiszteletem az elvált ember, aki egyedül neveli a gyerekét, mert ketten is nagyon nehéz ez a dolog. De tényleg tisztelem, hogy hely tud állni ebbe. De attól még nem fogunk érzékenyíteni a válásra, ugye? Vagy ugyanígy, amikor azt mondom, hogy nem tudom én, tanítjuk a gyerekeket írni, jó? És akkor megtanítjuk, hogy még mindig tudom, hogy hogyan tanították az A betűt. Kerekítjük, egyenesen föl rajta, vissza le, nem tudom én, és akkor írjuk az A betűt. Na most nem kezdjük el azt, hogy de különben van képírás, meg cirilbetű, meg kínai, meg ilyen, meg olyan, mert akkor egyáltalán nem fog tudni egyetlen A betűt se írni. És arra se érzékenyítünk, hogy lehet, hogy te az életben majd éjjeli őr leszel, vagy ügyelsz, mert orvos leszel, és akkor most egy pár napig ne aludjunk, mert azok nem alszanak éjjel, és fordítsuk meg. Érted? Szóval ez ennyire... Tovább. Az azonos nemű szülőhöz való kötődés erősítése nagyon-nagyon fontos, ugye ahogy mutattam, hát nyilván látjuk már, hogy miért. A fiúk és lányok természetes nemi identitásának testközpontú erősítése is. Igenis. Vannak fiús játékok, és vannak lányos játékok. És vannak fiús öltözetek, sportok, stb. És vannak lányosok. És a szoknyának van üzenete. És a nadrágnak is van. Érted? Vannak nőies nadrágok, de attól még van szóval. És ezeket segíteni abba, hogy ebbe bele tudjon nőni, és a sajátjának tudja, és hogy az is tudja alakítani. Jó. Azonos neműekkel kötött, nem szexualizált barátságok, bele kellett írnom. Egy picit ezt mutatnám, hogy miért érdekes. És ezt is ugye leszoktuk nézni, egy nagyon jó nevű gimibe találkoztam egy ilyen helyzettel. Mentek a lányok ugye a mosdóba ketten, hát én is ketten szoktunk járni. A lányok ketten szoktak járni, mert beszélgetünk közben, jó. Tehát mindegy, jó. Mentek a lányok, jön szembe a tanár, Azt mondja, hova mentek? Hát a mosdóba. Miért? Leszbik vagytok? Mondd meg. Pedig ez nagyon fontos. Miért fontos? Kicsi példa. Itt ül egy csapat lány, mondjuk. Bejön egy fiú. A lányok. Mit tett ezért a tetszési indexért ez a fiú? Semmit, hát bement. Ez nem egy nagy teljesítmény. Na, jó? Ez nem egy nagy teljesítmény. Jó. Ugye? Ugyanígy. Itt ül egy csapat lány, bejön egy lány. Hát? Mi van, mit keresel? Minden női praktikát össze kell szedni annak a lánynak ahhoz, hogy ez a lánytársaság befogadja. Tehát azt kell élezni. Tehát sokkal jobban elő kell hozni, fordítva is elképzelhetjük. Fiúk ülnek itt, belép egy lány. Fiúk, érted, kocsányon a szemlóg, érted? Mit tett érte? Bejött. Jó, semmit. Jó, fiúk, mit ülnek? Belép egy fickó, hát ezt sok fiú van, itt tudja. Hát valamit teljesíteni kell azért, hogy ide befogadjuk, érted? Hát nem fog ez csak ide becsúrogni. Na, ugye. Szóval ezért. Korai szexuális tapasztalat késleltetése, hát ma inkább előre van tolva, és ezt azért ez is a nyelvi használat, meg egyebek ebbe is bele van, amikor egy óvodásunknak, hát hagyják már abba, amikor egy óvodás, például, mit tudom én, egy óvodás Marika-nak tetszik a Petike, mert szeret vele játszani, hát nem már, hogy akkor az egész rokonság, jaj, mert megvan már a kis barátja, és már udvarol, mert ezek már szerelmesek, nem! Ezek csak rajonganak, csak szeretik, és csak kíváncsiak. Itt nincsen szexualitás ebben az életkorban. És itt nem is kell ezen, ha nem megyek ebbe bele. Jó? A nemükre nem jellemző érdeklődés mutató gyerekekre való különleges odafigyelés, ez is fontos. Természetesen. Van olyan, hogy, illetve hát sok olyan van, tehát hogy nem egyformán nőies nő minden kisgyerek, meg ember se, és nem egyformán férfias férfiak. Ugye ezt látjuk, hogy egy skálán helyezkedünk el. Vannak nagyon lányos lányok, és vannak fiús lányok is, és vannak inkább lányos fiúk, stb. Ismerjük ezt a igen. Az endokrin rendszert, ugye, ami a nemi hormonok rendszerét is befolyásolja, már magzatkorban nagyon sok minden érinti. Például növényvédőszerek, konzerválószerek, kozmetikumok, ruhafestékek, mikroműanyag, ételek csomagolása, bútorok, fénye, festékoldók, gyógyszerek és szintetikus hormonok. Tehát születéskor már egy bizonyos skálán születnek a gyerekek. Ezt észleljük. De az nem jelenti azt, hogy például egy lányos fiú, mondjuk, tehát ami a fiús skálán alacsony, tehát egy lányos fiú az nem fiú. Az nem rossz testbe született fiú, hanem a skálán egy alacsonyan érintett valami, amiben mi csinálunk, segítünk abba, hogy ami ő, azt kibontakoztathassa. És egyáltalán nem az a feladat, hogy ezt visszafordítsuk. Nagy különbség. Nagy különbség. Tehát ugye, amikor valakinek például egy olvasási nehézsége van, most tényleg ez kicsit durva, de nem kinyomjuk a szemét, hogy ezentől a füledre figyeljék. Mert ezt majdnem ezt csináljuk, gyerekek. Amikor például a hormonális blokkolók, a pubertás blokkolók visszafordíthatatlan károkat okoz például, hogyha... Nem tudok belemenni, mert már réges-rég letelt az idő, és tudom, hogy minden, de... Szóval személyesen kell törődni ezekkel a gyerekekkel, és abban segíteni, ami az ő saját énje, ugye. Még egy utolsó, a túlkorai coming out elkerülése, ugye, nagyon nagy divat lett. Vállald magadat, ó, igen, különösen serdülőket, ugye milyen menő ez már, mindenki heteró, hát te nem, te. Ezt nem szabad, mert ugye még nem kialakult a nemi identitás. És ott még nagyon-nagyon sokat változik abban az időszakban, és hogyha ezt valaki lepecsételi akkor, 16 évesen, és közben változik, mert változik, mindjárt megmutatom, akkor gondold meg, hogy mivel az egész neki fontos társadalom őt másképp tekinti. Nagyon sok az öngyilkossági kísérlet, a depresszió, nagyon sok. Több mint 10 000 fiatallal készített tanulmány nyomán a legtöbb tinédzser, aki 16 évesen úgy véli, hogy meleg, leszbikus vagy biszexuális, és örökre az is marad, 22 éves korára heteroszexuálisnak érzi magát, és stabil heteroszexuális identitással rendelkezik. Most gondold meg, ha 16 évesen piszkálod, tele van az internet vele. Hát vállald magadat, mondd meg a szüleidnek szépen a coming out, mekkora klassz vagy. Az önmagukat homoszexuálisnak vagy biszexuálisnak érző 16 évesek 98%-a egy éven belül a heteroszexualitás irányába változik. Nagyon vigyázni kell ezekkel a túlkorai coming out-tal. Tehát itt tényleg személyes beszélgetés, segítés, nem tudom én, hogy megmutatni neki, hogy ez még nincs kész, ez a nemi identitás. Tehát az élet szolgálata a nevelés, és így azt láthatjuk, hogy valóban a teremtő saját képmására férfinak és nőnek teremtett. Most ezt világnézettől függetlenül is láthatjuk, az első sejtünk férfi volt vagy nő, tehát most gondolhatunk mást is. Tehát ezért olyan nagyon fontos, hogy ezt a kiegészítő egységet felnövekedvén, kibontakoztatva, hogy a férfi legyen férfi, a nő legyen örömmel nő, és ezt tudják egy sajátos, egy tényleg semmi mással nem pótolható, különleges egységé felnövelni. Tehát ezért olyan éles ez a felszólítás, hogy őrzők, vigyázzatok a strázsán, mert hogyha ezt a folyamatot nem tudjuk segíteni nevelésünkkel és a mintákkal és azzal a környezettel, akkor bizony, hát azt hiszem, hogy veszélyben van ez, hogy valójában kiviszi át a szerelmet. Nagy László kiviszi át a szerelmet. Létem, ha végleg lemerült, kiimált tücsökek együtt. Lángolt kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhabb túlmezővé a sziklacsípőket, kiölel is sírva. Kibecéz falban megerett hajakat, verő ereket, s dúlt hiteknek. Kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyt, és kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Hát ez a meghívás, ez a kihívás, ez a lehetőség és ez a feladat átvinni a szerelmet, akár a fogunkban tartva is ebben a háborús helyzetben. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük ezt az igazán dinamikus előadást, és szókimondó, bátor gondolatokat. Talán most már én is bátrabban merem bevallani, hogy azért estem be házigazdai létem ellenére így az utolsó pillanatban, mert hóembert kellett építenem a 4 éves kisfiammal, úgyhogy köszönöm szépen a megerősítéseket, és valóban annak megállapítását is, hogy kimagasló talán az előadásokhoz képest valóban a férfiak száma, bár talán ezt ugye a szociológiai kutatások alapján azért is van, mert azt szokták mondani, hogy egy ilyen kicsit ilyen tesztoszteron párt vagy mozgalom is a Mi Hazánk, és talán az érdeklődési kör innen indult, ezért lehet, hogy nem a szokványos közeg, de annál fontosabb, hogy végre ezeket a gondolatokat ide becsempészhettük. Egy éve épp Vékony Csongor a nemi identitás válsága címmel tartott előadást, úgyhogy ez a téma nálunk visszatérő. Örülök, hogy ezt ilyen kitűnő színvonalon folytathattuk.